Jók az adottságai Baranyának, de ez nem látszik az idegenforgalmi mutatókban. Hogyan lehetne ezen változtatni? Erről szól a megyei turisztikai stratégia, amiről a megyei közgyűlésen hallhattak előadást a képviselők Pécsen. Nem vagyunk láthatóak. Tehát országos szinten nincs meg a térségnek az az átfogó egységes megjelenése, ami megmutatna minket a belföldi turisták és a külföldi turisták számára is. Tehát úgymond a láthatóságunkon kell javítani. A másik fontos dolog pedig a megyén belüli szolgáltatóknak az együttműködése. Tehát nagyon fontos megállapítás volt, hogy a szolgáltatók egy része nem ismeri sajnos egymást. Ezért hiányoznak azok az üzleti-gazdasági kapcsolatok is, amik növelhetnék a szektor bevételeit. Ezekre a megállapításokra jutottak a szakértők. Ennek látszólag ellentmond, hogy például mindenki ismeri a villányi borokat az országban, vagy a harkányi gyógyfürdőt, de Pécs nevezetességeiről is sokan tudnak. Ezek a húzó neveink, mondja a vezérigazgató, de nem csak Pécs, villány, harkány jelenti a megyét, vannak még értékek ezen a területen. Aktív ökoturizmusban fantasztikus szereplőink vannak, a borturisztikában, gasztroturizmusban, ugye olyan szereplők is megjelentek az elmúlt időszakban, akik nem feltétlenül csak villányhoz kötődnek, illetve Pécshez kötődnek. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a megyének a látogatottságát, az átlagos költést a megyében, ami ugye igazából a pénzügyi eredményeket, a helyi GDP-nek a növekedését tudja eredményezni, azt úgy lehet elérni, hogyha teljes megyében a látogatók számát tudjuk növelni, és az átlagos költést tudjuk növelni. Nem nagy fejlesztésekben kell gondolkodni, hanem olyan marketing eszközökben, ami ismertebbé teszi a ma még turisztikailag láthatatlan lehetőségeket. Ezek mellett pedig a helyi együttműködéseken kell javítani a vendéglátás, szállás, szolgáltatás területén. Ezt 2030-ig részletezi a megyei turisztikai stratégia.